Vaddisznó az autó fénycsóvájában egy hete készültek a fotók a Balaton-Szepeszden portyázó vadról. A több mint 150 kilós állat a házak között a kertek végében sétált. Nem ez az első eset, hogy a szepeszdiek disznókat fotóznak. Ez a kép 3 hónapja készült, egy egész csorda vonult a 71-es főút mentén. Falapokat pakol Selmi Gábor, ezekkel torlaszolta el a kerítésén tátongójukat. Ekkora közlekedés. A vaddisznók feszegették ki a hálót, hozzá és szomszédaihoz is rendszeresen bejárnak. Ez minden éjszaka rendszeresen visszatér. Sajnos, ahogy járom a település, sajnos nem csak itt az én kertemben, hanem magán a településen, akár közterületen is elég szép számmal előfordulnak. És ami nagyon elszomorító az, hogy malacokkal, tehát kocás disznók, és ami emberre nézve elég veszélyes. A nőstény disznók azért veszélyesek, mert agresszíven védelmezik a kicsinyeiket, ha megzavarják őket. Sokan félnek a településen, van, aki sötétedés után már nem szívesen megy ki az utcára. A vadállatokkal nem csak a házak között, hanem a környező szántóföldeken is egyre több a probléma. Ennek a gazdának az elmúlt 2 évben 10 millió forintos kárt okoztak. Olyan mértékben elszaporodott a vaddisznó és a gímszarvas, hogy ezt képtelen fenntartani az erdő, ezért mindenhova, lakott területen mindenhova beváltanak a vadak. A Badacsony, Tomai és Zánka közötti 6 településen összesen majdnem 800-an írtak alá egy nyílt levelet. Ebben azt kérik a Balatoni Szövetségtől, hogy tegyenek valamit. Szakértővel meg kell állapítani, hogy hány darab vad van a külterületeken. Nem fogadjuk el azt a mennyiséget, amit a vadászatra hatóságnak a vadászok bejelentenek. Mi úgy gondoljuk, hogy annak közel tízszeres a mennyiség található a vadászterületen. Sári Ferenc szerint enyhülnének a problémák, ha a valós létszámhoz igazítanák a kilövési tervet, amelyben a hatóság előírja, hogy hány vadat kell kilőni egy adott területen.